Szeretettel köszöntök mindenkit, és tekintettel arra, hogy meglehetősen régen válaszoltam már az önök kérdéseire. Ugye van egy sorozatunk, a Kérdéseitekre válaszoló című sorozatunk, kérdéseket pedig itt a közösség rovatban lehet föltenni. Most már hét hónappal ezelőtt az utolsó poszton, ahol ugye a hozzászólásoknál látok kérdéseket, és hát önök tényleg nagyon figyelmesek és nagyon kitartóak, ezt ezúttal is köszönöm önöknek, mert most is vannak új kérdések, úgyhogy akkor ezekre a kérdésekre fogok most válaszolni, és még mielőtt a válaszokkal folytatom, arra kérek mindenkit, hogy aki még eddig nem tette, kérem, hogy iratkozzon fel, most már lassan 215 ezeren vagyunk itt a YouTube csatornában, ezt nagyon köszönöm önöknek, ha pedig valaki még nem iratkozott fel, és most megtette, akkor azt még egyszer köszönöm, és akkor kezdjünk. No, hát akkor itt van már a, az első kérdező, 19 órával ezelőtt írt Rain Hahaha ha, ha néven, nyilván ez egy álnév, az első néző, illetve kérdező, és azért adj dicsérjem már meg, mert ugye 7 hónappal ezelőttig vissza kell pörgetni a közösségi, közösség rovatban, akkor volt utoljára ilyen posztom, és ugye az alatt lehet a hozzászólásoknál föltenni kérdés, és 19 órával ezelőtt érkezett, ugye ezt tényleg nagyon köszönöm önöknek. Nektek, válaszolok is akkor rögtön ezzel a kérdéssel, és tehát nagyon kell sietnem, mert innen rohanok az ATV-be, onnan aztán a TV-be, mert ugye alaposan sikerült fölbolygatnom a, a politikai közéletet azzal, hogy a mi hazánk frakciója tegnap, illetve ma reggel, most ugye szerda van, úgyhogy holnap, tehát csütörtök a látják ezt a videót, addigra már visszanézhető majd a ma esti ATV és, és a Hír TV szereplésem, nem tudom, hogy áttérek-e majd a Hír TV-be, élő adás lesz, és 10 percem lesz, vagy 15 percem lesz átérni az ATV-ből a, Hír TV-ből, úgyhogy át is kell majd most vezetnem. És hát ez egy, ez egy érdekes téma lesz, de erről majd egy másik videóban beszélek, hogy ugye milyen a választási rendszer, ha azt nem alakítjuk át Magyarországon, akkor, akkor tényleg nem lehet a Fidesz két kétharmados győzelmét megakadályozni. Na de itt, itt akkor nézzük az első kérdést. Üdvözletem az új nemzeti konzultációt hogyan értékelik, korrektek-e a benne feltett kérdések, vagy félrevezetőek esetleg is is, mi a véleményük róla? Na hát én a nemzeti konzultációval kapcsolatban többször elmondtam már, hogy a Fidesz olyan kérdéseket tesz föl a konzultációi alkalmával, amelyekre ő már előre tudja a választ. Hiszen szóval egyrészt a Fidesznek van arra pénze, van arra gépezete, hogy hetente megméri a, a közvéleményt, hogy az emberek miről hogyan, hogyan vélekednek, és az alapján hozza a politikai döntéseit. Tehát ő pontosan tudja, hogy ezek az ügyek, ezek a kérdések, amiket most is itt föltett, akár megint a, a migrációról, vagy a Kamastop, vagy a, a Reszi kérdésben, arról tudja, hogy hogyan vélekednek a az ő szavazói, így aztán ezek ilyen kamu konzultációk. Senki ne gondolja azt, hogy a, az ő válaszadása alapján fogja a Fidesz a politikáját alakítani. Végsősorban valamilyen szinten a közvélemény befolyásolja a Fidesz politikáját, de ő azt megméri az ilyen belső közvélemény kutatások alapján, ez sokkal inkább kampány célokat szolgál, olyan kérdéseket tett föl is most a, ugye a legújabb nemzeti konzultáció alkalmával, ami amiről pontosan tudja, hogy az ő szavazóinak a többsége azt támogatni fogja, legyen az nem tudom, rezsikérdés, vagy kamastop, vagy, vagy, vagy migráció, vagy, vagy hát kifejezetten kampányol, amikor mondjuk a, a kérdésbe belebújtatja a maga akaratát, a maga kampány témáját. Például az egyik ilyen kérdés ugye a palesztinokról szól, amire ugye azzal utal, hogy az Európai Unió által a palesztinoknak jutatott támogatások a Hamásznál kötöttek ki. Tudjuk, hogy a Fidesz teljesen kritikátlanul és egyértelműen a háború, illetve Izrael oldalára állt az izraeli-palesztin konfliktus során, mi pedig próbálunk semlegesek, tárgyilagosak, objektívek maradni, és bemutatjuk azt, hogyha akár a Hamas civileket mészáról le, de azt is, hogyha az izraeli állam gépezett több ezer gyermeket lemészáról, mondjuk a gázai vezetben, mint amit jelenleg látunk, és azt is el kell ítélni, hát a Fidesz nem ezt csinálja, tehát nem az igazságot próbálja kibontani, bemutatni, és Magyarország érdekét képviselni ebben a konfliktusban, hanem ezáltal a konzultációs kérdés alapján is megpróbálja befolyásolni az embereket. Úgyhogy ez erről szól, ez, ez nem az emberek véleményéről szól. Nézzük akkor a következő kérdezőt, a következő kérdést. De Mark kérdezi, hogy üdv a Börzsönyi aranyról szóló videóról fejteném ki a véleményem, és az eközben felmerült kérdéseimet szeretném leírni a mi hazánk. Ha jót akar magának és az országnak, akkor beszáll ebbe a befektetőnek, vagy hoz ide befektetőt, legyen az magyar, orosz, arab, kínai, bármi, csak ne az USA vezérelt nyugati pénzhatalomhoz tartozó Kanada. Ebben nem sok jót látok. Érdemes lenne erről megkérdezni Drábi urat, így ahogy én értelmezem, ez az egész beindul, a bevétel egy része a Fideszes államkasszába vándorol, ahol semmi garancia nincs arra, hogy nem jóra fordítják az ország felvirágoztatására, hanem saját gazdagításukra, ahogy eddig tették. A másik fele meg a külföldi befektetője, aki kiviszi a hasznot. Kérdem én, így mi jut ebből ezekre a nemes célokra, amelyeket Torockai úr és a bányatulajdonos szeretne, vagy a bányatulajdonos dönti el, hogy a befektető mi fektet be, befektethet be, és mennyi pénzt vihet el, ezt nem egészen értem. Nem lehet megoldani, hogy a befektető a magyar állam legyen, nem a Fidesz, hanem a magyar állam. Hú, hát ugye összetett ez az egész kérdés. Már ezt egy korábbi videómban is elmondtam, hogy ugye óriási, turbulenciát okozott ez a beszélgetés, amit Varga Istvánnal készítettem a Börzsönyben esetlegesen felelhető óriási, hatalmas arany, illetve ezüst készletekről, illetve azok kibányászásáról, és nagyon-nagyon sok és nagyon különböző vélemény érkezett azóta, ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy szakemberek is megkerestek, illetve én magam keresek meg, bánya mérnöktől kezdve, olyan gazdasági szakembert is természetesen, akikkel azon gondolkodunk, hogy, és akkor most is sorolom, tehát hogy először is valóban van-e, van-e egyáltalán ilyen óriási nemesfém, tehát arany, ezüst, kincs a ez az első kérdés, hiszen az, hogy Varga István ezt elmondja, az egy dolog, de nyilván ennek most utána kell járni más elfogulatlan szakemberekkel is. Tehát az első kérdés, hogy van-e a bőrzsönyben aranyezüst, a második kérdés, hogy gazdaságosan kitermelhető-e, felszínhozható-e, harmadik kérdés, hogy ezt meg lehet-e úgy tenni, hogy a környezetet nem romboljuk szét, tehát a bőrzsönyben nem okozunk óriási károkat, hiszen nyilván, hogyha szét kell ehhez verni a Dunakanyart és a bőrzsönyt, akkor, akkor már csak elvi okokból sem tudjuk ezt támogatni. És hát ugye a minimum a negyedik kérdés az pedig, hogy ki a haszon. Ugye ennek kapcsán említettem, hogy hogy jelenleg azt azért látjuk, hogy egy ilyen ügy esetében Mészáros Lőrinc társai Rogán Antal feltaláló és egyéb um, um, ilyen közeli nerlovagok biztos, hogy megjelennek ebben a történetben, mint ahogy megjelennek akár kanadai, akár csilei, vagy más külföldi befektetők, akik, um, akik ilyen ügyekkel szoktak foglalkozni a világ más részein. Emlékezhetünk még az erdélyi, verespataki aranybányászat történetére is, az is nagyon kemény történet volt, én annak idején több, még a Magyar Rádiónál dolgoztam fiatalon, több riportot készítettem arról, hogy, hogy hogy tüntették el ezt az egykori magyar falut, Verespatakot, tehát nagyon-nagyon ösztetett, nagyon nehéz a téma. Én egyelőre azt tudom erre válaszolni, hogy az első az, hogy ja, azért ezt Varga István is rám hogy gyakorlatilag évekig tart, hogy egyáltalán ez a bizonyítási eljárása is onda, hogy ebből mondjuk bányászat lehessen. Tehát az első nagy kérdés az, hogy van-e ott arany. Most ezzel kapcsolatban mutatok egy nagyon érdekes írást, egy nagyon érdekes cikket, amit közben itt láthatnak. Ugye ebből kiderül az, hogy a bőrzsönyi ércbányászat az legalább 700 éves múltra tekint vissza, és az gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy az, az szinte nem kérdés, hogy van-e egyáltalán a Börzsönyben, vagy lehet a bőrzsönyben ezüst és arany, hiszen korábban is volt, és különböző politikai és egyéb okok miatt abban maradt ugyan a bányászat, de hagyj idézzem ebből a műből, a Nagybörzsönyi Érzbányászat története című műből Bél Mátyást, aki 1742-ben a következőket mondta. Börzsönyi és a szomszédos hegyek ércekben gazdagok, amelyek nem rosszabbak, mint a selmeciek és azok kihasználására, még fognak jönni nálunknál külön férfiak, és velük együtt a szaturnuszi kor. No, tehát alapvetően nem az a kérdés, hogy lehetséges-e, hogy ott van ezüst és arany, szinte biztos, hogy van. A nagy kérdés az, hogy mennyi. Ugye igaz-e, amit Varga István állít, tehát ezt kell most vagy leellenőrizni, de ez nem egy-két nap kérdése, ez egy meglehetősen hosszú idő, azt gondolom. A másik pedig, hogy gazdaságosan ugye kibányázható -e. Ezek az első kérdések, utána jön az, hogy a természetet nem szabad megkárosítani, utána jön az, hogy ki a pénz, tehát ki teheti rá a kezét. Gyakorlatilag, amit de market kérdez, az ugye a legutolsó stádium. Ehhez még én úgy látom, hogy nagyon sok idő fog eltelni, mire ide eljutunk, hogy ki lehet ez a, ez a vagyon. Én azt gondolom, hogy ez, ez ilyen gyorsan biztos, hogy nem fog menni, mint ahogy én magam sem állok bele politikailag mondjuk a parlamentben a témába, addig, ameddig nem tudjuk százszázalékosan bizonyítani, hogy mennyi arany, mennyi ezüst van ott, és hogy azt gazdaságosan ki lehet -e egyáltalán, felszínen lehet egyáltalán hozni, ki lehet -e termelni. Amit ugye itt a kérdező mond, az ő aggodalmát osztom, tehát teljesen egyetértek, rajtam, ha rajtam fog múlni, akkor, akkor, egészen biztosan mi azon fogunk dolgozni, hogy ne kanadai és egyéb ilyen pénzügyi, vagy USA által vezérelt pénzügyi, vagy bárki által vezérelt nemzetközi pénzügyi kör kezébe kerüljön ez a hatalmas vagyon. Ebben biztos lehet, megnyugtatom a felől, hogy mi, mint politikai párt, mint politikai erő a parlamentben, mi ezen fogunk dolgozni, hogy ez ne történhessen meg. Egyébként nem csak szakértők kerestek meg, akikkel folyamatosan próbálok ugye itt az előttem álló időszakban is majd találkozni és kialakítani az ő szakmai véleményük alapján egy, egy professzionálisnak számító véleményt, hanem ez alatt az időszak alatt, amióta ugye közzétettük ezt a beszélgetést, Varga István is jelentkezett, ő kapott szintén rengeteg megkeresést, egyébként fenyegetést is kapott Varga István az interjút követően, és ő például Um, egy olyan ötlettel állt elő, hogy, hogy kvázi bonjuk be a, a, magyar lakosságot, a magyar embereket, akár részvényformájában, vagy nagyon-nagyon sokféle lehetőség van erre. Um, én ezt egy jó iránynak tartom, sokkal jobb lenne bevonni magyar embereket ebbe, mint, mint nem tudom, kanadai aranybányász cégeket, csak addig ugye nem kérhetjük arra a magyarok tömegeit, az én véleményem Varga Istvánnal még nem beszéltem, de hát addig nem, legalábbis én ebben biztos nem fogok segíteni, hogy úgy hívjuk fel a magyarokat arra, hogy ők tegyék be a pénzüket, hiszen itt meg kell előlegezni, tehát a konceszióhoz is már nagyon nagy pénzeket le kell tenni. Az emberek úgy tegyék be a pénzüket ebbe, hogy egyértelmű válaszokat még független szakértők nem tudnak megerősíteni, nem tudnak adni, ami ugye arról szól, hogy pontosan mennyi az ezüst, mennyi az arany, mennyi a haszon, hogy lehet kibányászni, stb. Tehát ezek az első kérdések. Na, a következő kérdező, Bettig 1371. Tisztelt pártelnök úr, kedves Laci, biztosan hallottál már az alábbi esetről. Ugye itt egy videó linkje van, közben mutatunk belőle néhány részletet, az interjúnak folytatása is van. Számomra egyértelmű, hogy a haszonélvezőt az államnak kell kártalanítani, ezen felül nyilván változtatni kell a jogszabályon. Mi a véleményed az esetről? További jó egészséget és sok sikert kívánok üdvözlettel, Weberné Betty. Teljesen egyértelmű a helyzet, valóban egy teljesen nonsense helyzetről van szó. Ugye az állam, pontosabban a jelenlegi magyar kormány az, amely előidézett egy, egy ilyen állapotot, ugye 2014 körül, egyszerűen ugye törölte a sok mindenkinek meg a mezőgazdasági jellegű ingatlanoknál a haszonélvezeti jogát, aztán utána az Európai Unió nyomására azt visszahelyezte, és ugye emiatt előálltak ilyen, ilyen teljesen abszurd állapotok, mint ami ebben a videóban található, ugye itt is vagy látható, ugye itt is arról van szó, hogy, hogy három évvel ezelőtt egy magyar család vette egy tanyát, azon a, a tulajdoni lapon, ami alapján kifizették a vételárat, nem szerepelt haszonélvező, aztán később, ugye most néhány évvel később pedig egyszer csak előkerült egy haszonélvező, akinek ugye értelemszerűen valamikor 2014-ben törölhették a haszonélvezeti jogát, és ő most újra fölbukkant haszonélvezőként, közben ugye volt egy tulajdonos váltás, és ugye a haszonélvező az gyakorlatilag erősebb jogokkal rendelkezik, mint maga, tulajdonos, így aztán a, a haszonélvezőt szerűen szeretnék törölni a tulajdoni lapról, ehhez viszont a mostani haszonélvező több pénzt kér ettől a magyar családtól, mint amelyet ők fizettek a tanyáért, ez egy teljesen abszurd helyzet, még egyszer mondom, ezt a, az állam, tehát a magyar kormány idézte elő, az államnak kell helytállni, az államnak kell kártalanítani, ez nem is lehet kérdés, és valóban a jogszabályokon pedig változtatni kell, úgyhogy Bettinek nagyon szépen köszönjük, hogy felhívta erre az ügyre a figyelmünket. No, akkor a következő kérdező, Bálint Kemencei azt kérdezi, hogy tisztelt elnök úr, önnek van-e van kedvenc méme, amit magáról csináltak, ha igen, melyik az? Fú, hát erre megmondom őszintén, hogy most erre én nem emlékszem, hogy mi lehetett az a, az a, mém. Nagyon sajnálom, de nincs most előttem ilyen, ilyen mém. Következő kérdező, Tamás Hartmann azt kérdezi, hogy tudomásom szerint az Európai Unió azon dolgozik, hogy a B kategóriás jogosítványt kettő részre osztják. Ha valaki autópályán 130-al akar menni, akkor B plusz jogosítványt kell tennie, és 1,8 tonna lenne a maximális tömeg az autónak. Szerintem a futárszolgálatok működésképtelenné válnának, és megint felesleges teher az embereknek, főleg a nagycsaládosoknak, mert rájuk jellemző a nagy autó, mi a véleményed Erről őrültségnek és teljesen fölösleges, bürokratikus kiadásnak tartom, maradjon a jelenlegi rendszer, tehát ez a B plusz jogosítvány szerintem ez így, ebben a, a, vagy ilyen szempontból ez nem jó ötlet, úgyhogy én ezt nem tudom támogatni. Következő kérdező, Árp 4D, talán Árpád. Szia Laci, nagyon szimpatizálok veletek a kezdetektől fogva, ha hazajutok, szeretnék, Csatlakozni is, egyetlen egy dolgot kifogásolok. Ezért, hogyha csak egy kérdésre válaszolnál, akkor kérlek, legyen ez az. Miért nem világosítjátok fel az embereket, hogy Magyarországon 2011-ben a Fidesz pucsot hajtott végre? Túl nagy lenne, vagy túl nagy falat lenne, vagy meg lett tiltva, hogy erről beszélj. Az ellenzéknek titulált Bagázs is mélyen hallgat, egyedül hatházi kérdezősködött ez ügyben. Biztos nem én vagyok az egyetlen, aki már felvetette a, kérdést, ennek kellene lennie az elsődleges témának, utána minden más, kérlek, ülj le beszélgetni Vörös Imre alkotmány amíg nem áll vissza az alkotmányos rend, addig bármit megtehetnek a magyarokkal. Én nagyon sokszor beszéltem már erről, sőt nem csak, hogy beszéltem erről, hanem amikor az országgyűlésbe kerültünk, akkor az első felszólalásom az Jelentős részben erről a témáról szól. Tehát ez egyszerűen, bocsánat, az nem igaz, hogy nem beszélek erről a témáról, rendszeresen beszélek, csak hogy jelenleg a mostani helyzethez kell alkalmazkodni, tehát valamit csinálni kell, azon kívül, hogy ezt elmondjuk, nagyon sokszor elmondtuk, de azt is elmondtam már rengetegszer, hogy valahogy meg kell változtatni ezt a helyzetet. Tehát elmondjuk, az egy dolog, de hát két lehetőség van ahhoz, hogy ezen változtassunk. Az egyik, mert már nagyon sokan próbálkoztak civil úton, menjen ki százezer ember, és akkor majd alkotmányoz, és helyreállítja az alkotmányos rendet. Ugye ez nem sikerült, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Nem is volt százezer ember, hanem néhány ezer ember, de ha százezer ember menne ki az ügy érdekében, akkor sem tudna alkotmányozni. Tehát attól nem lesz alkotmányos rend. Ezt is nagyon sokszor elmondtam már, hogy hogy én biztos nem fogok olyat támogatni, hogy mondjuk nem tudom, százezer ember Helyreállítja az alkotmányos rendet, kimondja, hogy most akkor ő alkotmányozott, csak ezt nem fogja elfogadni a rendőrség vezetője, a honvédség tábornokai, és akkor nem tudom, polgárháború, vagy mi lesz ebben az országban. Tehát azt nem engedhetjük meg a magyarságnak, pont erre aztán végképp nincsen szüksége, hogy itt nem tudom, egymásra lőjenek magyarok, hanem egyetlen egy ezen kívüli út van, az pedig az országgyűlésen keresztüli út. Ugye mi ezt képviseljük, de hát ehhez azért nekünk többségbe kellene kerülni az országgyűlésben, és éppen ma, mai hírönvel ma foglalkozunk, hogy beadtunk két olyan törvényjavaslatot, illetve határozati javaslatot, amivel a választási rendszert változtatnánk meg, hogy ne tudjon a Fidesz kétharmadot szerezni, és ilyen módon pucsot végrehajtani. Tehát ezen az úton haladva, ezen dolgozunk. Következő kérdező, Andris vagyok, 17. Tisztelt frakcióvezető úr, mindannyian ismerjük a súlyos demográfiai mutatókat és ezekből következő előrejelzéseket, amikről Dúró Dóra is beszélt az értelmiségi fórumon. Az első Ugye kérdés pedig, hogyha önök kerülnek kormányra, mikor és milyen mértékben emelnék a gyermeket nevelő pároknak juttatott támogatásokat, illetve hogyan ösztönöznék őket a harmadik, negyedik, ötödik vállalására, hogy sok nagy család jöjjön létre, ahogy azt a képviselő asszonytól is hallhattuk. Második kérdésem, hogy milyen tantervi módosításokat foganatosítanának annak érdekében, hogy az oktatásban résztvevő gyerekek hazaszeretete és nemzeti öntudata is kialakuljon. Köszönettel, Er András. Nos, kedves András, sokszor elmondtuk már azt, hogy ugye mi a családtámogatásokat megtartanánk, tehát ami ebből jó volt, azt mindenképpen szeretnénk megtartani. A megélhetési gyermekvállalást azt nem támogatjuk, emiatt mi is munkához kötnénk a különböző támogatásokat, de infláció követővé tennénk. Ugye ez ma már rengeteg plusz pénzt, plusz támogatást jelentene a családoknak, a gyermeket vállaló pároknak. Ugye én ehhez még mindig hozzáteszem azt is, hogy a támogatásoknak ki kell terjedni, ugye a jelenlegi kormány ezt nem szoktam képviselni, de én azt mondom, hogy ki kell terjedni az egyedülálló szülőkre, akik esetleg nem házasodtak össze, de gyermeket vállalnak, nyilván nem azonos nemű párokról, beszélek csak, hogy világos legyen. Ugye a jelenlegi sajnálatos modern világhoz kell alkalmazkodni, ahol nagyon sok gyermek él akár mozaik családban, vagy egyedül neveli a szülő, vagy nem házasodtak össze, őket is ugyanúgy kell támogatni, de ami talán még ennél is fontosabb kérdés az az, hogy gyakorlatilag a kormány, amikor mondjuk azt mondta, hogy akár a három gyermekes esetében adókedvezmény mondjuk 99 ezer forint legyen, hogyha az most az infláció követő lett volna, akkor ennek ma már mondjuk 300 ezer forintnak kellene lennie, ahhoz képest, amikor a kormány ezt bevezette, tehát itt sokkal-sokkal, nem duplán, nem megdupláznánk a jelenlegi támogatások összegét, hanem ilyen szempontból akár meg háromszoroznánk. Tehát még egyszer mondom, az infláció követés legalább a legfontosabb családtámogatási, formák esetében mindenféleképpen szeretnénk, tehát jóval több támogatással is ösztönöznénk gyermekvállalásra. A második kérdés pedig, hogy milyen tantervi módosításokat foganatosítanának. Ugye ezek a kapcsolatban pedig már nemcsak, hogy elmondtam, hanem azóta már meg is valósítottuk, hogy egy gyermekmozgalmat indítottunk, a pajtás gyermekmozgalmat, ami ugye arról szól, hogy a a gyermekeket már egészen pici kortól úgy kell nevelni, és ez bizony nem elég a, tantervi módosítás, nem elég egy-egy nem tudom tanóra, hanem egyfajta életformává kell tenni a gyermekek számára, egy ilyen gyermekmozgalmon belül, hogy a, az idejüket, szabad idejüket sem arra fordítsák, hogy nem tudom, a, a TikTokon legyenek már akár nem tudom, 8 évesen, hanem egy olyan gyermekmozgalomban vegyenek részt, ahol már pici kortól kezdve a hagyományainkra, az a szeretetre, az erkölcsi, vagy, vagy akár a keresztény alapvetésekre megtanítani őket arra, hogy a család az mennyire fontos, a gyermekvállalás az mennyire fontos, mennyi örömet tud adni egy, egy család, a gyermekek, stb. 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 Tehát ez, ez nyilván egy szemléletváltás kell, amit már gyermekkortól el kell kezdeni, illetve hát, amit mondtunk, és nagyon régóta képviseljük, hogy a, a magyar történelem dicső tetteiről készüljenek ö, filmek. Itt az elmúlt 13 évben ugye főként ö, olyan filmek születtek, akár a Saul fia, vagy Sorstalanság, olyan filmek, amelyek inkább a bűntudatot erősítik a magyarságban, és, vagy akár nem tudom, a, a magyar történelem ö, Depresszív részeit mutatják be, mi pedig a, a dicső részét akarják, akarjuk bemutatni, mint a Mándorfejévárdíja, a győzelmeink, azt, hogy mire voltak képesek a magyarok, miket találtak fel a magyarok, stb. 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 Tehát, hogy, hogy egy ilyen pozitív üzenete legyen ezeknek a, a filmeknek. Tehát, nem elég a, a tankönyv, hanem a tankönyv mellé, a történet tanítás mellé nagyon fontos, hogy, hogy a hazaszeretetre és a, a nyilván a a jó és fontos erkölcsi nevelés irányába tudjuk a, a gyerekeket terelni. Úgyhogy erre egy ilyen komplex megoldási csomagunk van, és ebből nagyon sok mindent elkezdtünk megvalósítani. És például, hogy mondjak egy másik megközelítést, ugye mi voltunk azok, akik meg tudtuk akadályozni, részben ugye mi voltunk azok, ugye Szakács Árpádot itt hagyj említsem, nagyon fontos, ő volt az, aki kirobbant, az egyik, aki kirobbantotta azt az ügyet, amikor ugye a Fidesz kormány megpróbálta a Nándor Fejváli diadalról ugye azt a történelmi filmet elkészíteni, amit már nagyon régóta követeltünk. Aztán kiderült, hogy olyan rendezővel, meg, meg, olyanokkal akart elkészíteni ezt a filmet, akik mindenféle cigány, meg héber tüzérekről, meg pattantyúsokról, meg nem tudom mikről írtak a forgatókönyvben, akik egyébként nem voltak ott nyilván a Nándor Fejvári hősök között, tehát nem lett volna hiteles ez az alkotás, úgyhogy így sikerült azt megakadályozni. Tehát ilyen filmek ne készüljenek, olyan filmek készüljenek, amik hitelesen a magyar történelem és a magyar segdicső bemutatják. Következő kérdés, Saldav kérdező, hogy mit gondol Vona pártalapításáról? Van rá esély, hogy valaha szövetségre épjenek velük, vagy csak együtt induljanak? Nincs esély arra, hogy szövetséget kössünk Vona Gáborral. Ugye, ahogy durodóra fogalmazott a pártalapításkor, illetve Vona Gábor ez irányú megkeresésekor, hogy ugye szeretne bemutatkozni nekünk. Ugye Durodóra azt válaszolta, hogy mi már ismerjük Ola Gábort, úgyhogy nem kell bemutatkoznia nekünk, hogy nem lesz ilyen szövetségkötés. Következő kérdező, bár azt gondolom, hogy a mi hazánknak nincs is erre szüksége, hiszen jelenleg éppen a DK-val vagyunk versenyben, a Demokratikus Koalícióval, ugye egy úrcsány hogy ki legyen a, a ellenzék vezető ereje, és ugye a utolsó kutatások, közönkutatások egyik, egyike 10-10 százalékot -10 mért a DK-nak és a mi azánknak, úgyhogy fej, fej, mellett állunk. Nekünk a DK-t kell most legyőzni, aztán pedig a Fideszt kell legyőznünk. Nekünk most ez a feladatunk nem pedig az, hogy ilyen új pártokkal foglalkozunk, de úgy látom, hogy a következő kérdező I és Donát is ezt kérdezi. Kedves László, mi a véleménye azzal a kapcsolatban, hogy egyre több párt kerül bejegyzésre, amik nagyon hasonló üzenetekkel próbálnak felszínen maradni, bekerülne a köztudatba, mint a mi hazánk egyes alapvetései? Például az ügyek mentén való együttműködés, vagy hogy nem lépnek koalícióra senkivel. Vona Gábor és Jakab Péter is ugyanazon a héten jegyeztette be a pártjaikat, amikben. Ezek egyformán elhangoztak, amikor kérdezték őket, mindemellett mások is, hogyha jól emlékszem, például Ungár Péter, meg a jelenlegi jobbikosok mondták már ezt, hogy ügyek mentén kell megválasztani a társakat, nem pedig vakon összefogni. Bár ezt tették néhány éve, így kicsit hiteltelen. Hát nem kicsit hiteltelen, tehát vállalhatatlanul hiteltelenek ezek a pártok. Most hiába mondják azt, hogy nem tudom, nem akarnak összefogni gyurcsányjal, hát már egyszer összefogtak, tehát ezt a harmadik utasságot, ezt szerintem felejtsük el a, felsorolt pártok esetében, nyilvánvalóan nem harmadik pólust építenek, mint a Mi mozgalom, hanem vagy a Fidesz, vagy a DK szoknyája, vagy háta mögül bújtak elő, teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket a pártokat ők mozgatják, ők támogatják valamilyen módon. Ebből a szempontból gyakorlatilag mindegy, hogy most a, a jobbikról beszélünk, aki most hirtelen vissza akar térni arra a harmadik útra, ahol a mi Azánk mozgalom áll. Hát nyilvánvalóan ezeknek a jobbikosoknak nem lehet elhinni azt sem, amit kérdeznek, és hát ismerjük őket, tehát tudjuk, hogy ők honnan jöttek, most éppen az amerikai nagykövettel, Pressmannal, Pressman vacsorázik Gyöngyösi Márton együtt, korábban meg ugye Oroszországba járt, Tehát ezeknek az embereknek tényleg gyakorlatilag nem lehet előni semmit. Hát ami Jakab Pétert illeti, az ő feladata az, az teljesen egyértelmű, rombolni kell a mi mozgalmat, többek között, illetve ő, ő tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen romboló, hogy ő mindenkit rombolni akar. Az igazi nagy kérdés, hogy a Fidesz vagy, vagy Gyurcsány Ferencék állnak-e mögötte. Nyilván azt látjuk, hogy Gyurcsányékkal ők szövetséget kötöttek, de nagyon érdekes, hogy azért ezeknek a pártoknak a, a hirtelen és egy időben történő felbukkanás, ugye még a Volner pártot talán nem említették, tehát nehéz is felsorolni, de tényleg ezek a, a pártok teljesen a Mi Hazánk mozgalom szlogenjeit visszhangozzák, ugyanazokat mondják el, és miközben elmondják mondjuk azt, nem tudom, Jakab Péter, meg a többiekre is igaz, ez, Jobbikra is, hogy hogy akkumulátorgyár nagyhatalom helyett élelmiszeripari nagyhatalom akarunk lenni, ezt így kiírják, amit ugye mi már nem tudom hány éve, ugye már a viradat programmal is leírtuk, már alapításunk óta ugye erről beszélünk, ugye ezt kiposztolják mondjuk Facebookon, következő posztjuk pedig egy minket támadó, rágalmazó poszt, úgyhogy ez az ő feladatuk, tehát elvinne a szavazatokat a, és a szavazókat a mi az mozgalomtól, mert a mi az mozgalom túlságosan erősödik, túlságosan gyorsan, és és hát most már látszik, hogy folyamatosan, tehát egy tendencia rajzolódik, hogy egyre erősebb hónapról hónapra azért látszik, hogy, hogy egyre stabilabb és egyre erősebb a mi az mozgalom. Fél a Fidesz is a mi az mozgalomtól, és fél a DK is a mi az mozgalomtól. Mind a kettő őrizni akarja a maga hatalmát, a maga tömbjét, erről szólnak ezek az új pártok. No hát ennyire volt idő, ugyanis rohannom kell az atv -ben. Ahogy mondtam, most ott kezdek, ugye holnap már ezt majd vissza lehet nézni, mert ugye most szerda este van. Úgyhogy most ennyire volt időm, de természetesen folytatjuk, úgyhogy ne adják föl, igaz, hogy most már vissza kell keresni hét hónappal ezelőttre ezt a, a posztomat itt a közösség rovatban, de ki fogok tenni a napokban majd egy újabb posztot, és akkor ott majd megint a hozzászólásoknál várom az önök kérdéseit, a ti kérdéseitekre, és természetesen azokra is válaszolni fogok. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.